Nagyon köszönöm Andrásnak a meghívást. Arra kért András, hogy egy olyan anyagot hozzak, ami egy kicsit kevésbé kocka, ugye én napközben adatelemző vagyok. Próbáltam egy olyan összeállítást hozni, amit ugyan szerintem nem biztos, hogy feltétlenül egy az egyben át lehet venni, de nekem ez egy ilyen, tehát ezt tudtam hozni esettanulmányként. Ennek jegyében, hogy kicsit kevésbé legyek kocka, kezdeném egy Madách idézettel, ami számomra nagyon sokat jelent. Ez a, ugye úgy hangzik, hogy a kor folyam, mely visz vagy elmerít, úszója, nem vezére az egyén, kiket nagyoknak mond a krónika, mindaz ki hat, megérte századát, de nem szülé az új fogalmakat, nem a kakas szavára kezd virradni, de a kakas kiált, mert hogy virrad. Amennyire emlékszem irodalom óráról, de leginkább az, hogy számomra ez azt jelenti, itt az első két sor, amire én mindig visszaemlékszem, hogy a korszellem az egy olyan dolog, amit mi nem nagyon tudunk meghatározni. Ugye ez a folyam, és az, hogy most itt vannak nálunk ezek az eszközök, akár gondolunk az AI-ra, vagy akár amit ilyen kicsit talán toxikusabbnak tartunk, mint a TikTok, social media, csomó lehetőséget adnak, és ugye azzal, hogyha kizárjuk őket az életünkből, akkor attól még nem szűnnek meg. Nekünk sokkal inkább az a felelősségünk, hogy halként jó irányba úszunk ebben a folyóban, és hogy jól tudjuk használni ezeket az eszközöket, nem pedig az, hogy ne használjuk. És mindig erre gondolok, amikor itt a saját projektemben is van egy-kettő olyan megdöbbentő dolog, vagy számomra nem kívánatos dolog, amit így az emberek viselkedéséből nem is feltétlen értek. Alapvetően azért az AI-ról, meg a mesterséges intelligencia használatáról fogok ma beszélni, és mindjárt oda is érünk, hogy hogy néz ki ez az esettanulmány. Előtte még egy Mérő László idézetet is, csak hogy egy kortársat is hoztam. A mesterséges intelligencia mindig az, amit az ember meg tud oldani, de a gép éppen még nem. Csak azért érdekes, mert hogy ez a mesterséges intelligencia, amit ma mesterséges intelligenciának hívunk, lehet, hogy 5 év múlva már nem ezt fogjuk érteni alatta, 5 évvel ezelőtt sem feltétlen ezt értettük alatta, meg 50 évvel ezelőtt sem, de mesterséges intelligenciáról már egyébként 50 évvel ezelőtt is beszéltünk. Szerintem ebben az idézetben minden benne van, tehát a mesterséges intelligencia az mindig az, amit így a géptől várunk a jövőben. Az esettanulmány maga, hogy rátérjek itt a lényegre, ez a Data Science Club nevű közösség. Ez ugye egy tanulással foglalkozó közösség, a Data Science az adattudománya központi téma, ahogy itt említették a kollégák, 150 tagja van most is, tehát ez egy aktív klub, ahol elsősorban tanulni jönnek az emberek. És gyorsan csak a kontextus miatt mutatom, hogy milyen lábai vannak. A legfontosabb lába az az, hogy vannak élő előadások, ezekről készülnek felvételek, abból épül egy könyvtár, ezt vissza lehet nézni, annak, aki regisztrál az előző előadásokat, meg lehet jönni az élő előadásokra is. Van egy közösségi része, ez egy taglista és egy Slack fórum. Maga a közösség a 100%-ig online. Tehát ezek az emberek évente 2-szer találkoznak egymással egy közösségi találkozó kapcsán, vagy egy közösségi találkozó eseményen, de még oda se jön el mindenki. Tehát van olyan tagja a közösségnek, akivel még soha nem találkoztunk, sőt, akár álnéven is regisztrálhat, még online se találjuk meg. Tehát ennyire online közösségről van szó. Ugye itt ez kiemelten érdekes lesz az, hogy hogy lehet így kapcsolatokat építeni, igazi emberi kapcsolatokat. De a lényeg, hogy van egy ilyen online közösségi lába, vannak ezek a közösségi találkozók, amit említettem, tehát ahol húsvér emberek is találkoznak egymással, illetve van egy projekt kivitelezési része, ahol mindenféle adatelemző projekteket valósítunk meg közösen. És akkor az igazi kihívások, amiket itt tapasztaltam, és amire a mesterséges intelligencia és az automatizáció volt a megoldás, azok az alábbi 3 dolog volt. És ezek olyan dolgok, amikre, ha nem is ilyen formában, de szerintem itt a gyermekek oktatásánál is előfordulhat. Ugye itt ebben a klubban óriási a motiváció a tanulásra, de kevés a résztvevőknek az ideje és energiája. Jellemzően ilyen 25-45 év közötti ez az átlag korosztály, aki részt vesz, többnyire kisgyerekesek, tehát hogy tényleg kevés idejük van, és saját motivációból jönnek, tehát saját pénzükkel fizetnek itt azért, hogy klubtagok legyenek, mégis van olyan, hogy 1-2 hónapig be se jelentkeznek, és nem néznek meg egy előadást sem. Sőt, egyébként, ami igazán érdekes, hogy 150 tagból az élő előadásokra
általában ilyen 15-20 ember szokott jönni, és ugye a klubnak a maradék 80-90%-a az mindig videóról nézi vissza az előadást a következő hétben. Ez egyébként nagyon érdekes az oka is, erről így beszélgettem a résztvevőkkel. Elsőre azt tippeltem, hogy ez azért van, mert egyszerűen nem érnek rá pont az adott időpontban, de többen mondták, hogy azért csinálják, mert itt tudják másfélszeres sebességen nézni a videókat, vagy kétszeresen. És ugye erre mondom azt, hogy a korszellem az ez. Tehát, hogy az emberek másfél-kétszeres sebességen akarnak tartalmat fogyasztani, jó vagy rossz, nem dolgom megítélni, ha nekik ez a jó, és ők így tudnak a legjobban tanulni, akkor erre lehetőséget kell adni nekik. A másik kihívás, hogy vágynak a szakmai kapcsolatokra, de nehezen kezdeményeznek beszélgetéseket. Ezt többen is megfogalmazták, hogy kifejezetten akarnak emberekkel találkozni, csak azért, hogy inspirálják egymást, motiválják egymást, legyenek ilyen szakmai barátságaik. De amikor mondtam nekik, hogy hát ott vannak a listában az emberek, írjatok rá egymásra, senki nem csinálta meg. Ez is egy klasszikus probléma, egyébként ezt hozzáteszem, hogy ez könnyen lehet, hogy ez ilyen gimnáziumi évekből jött az emberekkel, mert én is érzem magamon, hogy ott ugye aki a stréber volt, aki így mindenben így részt vett, meg azt lehet, hogy így nem annyira kedvelték a gyerekek, bár én már régen voltam gimnazista, úgyhogy lehet, hogy azóta változott a világ. Illetve egy személyes kihívásom, hogy én ezt egyfős vállalkozóként csinálom, én vagyok az egyetlen ember a cégben, van egy-ketten, akik segítenek, de hogy ha én mindig repetitív dolgokon dolgoznék, tehát egy feladatot többször meg kéne csinálnom, erre majd mutatok konkrét példát mindegyikre, akkor az felemészteni az összes időmet, és nem maradna időm fejlesztésre, tehát hogy növeljem a klubban az értéket. Egyébként így összességében mind a három pontban egy központi gondolat, és mondtam, hogy ígérem, hogy nem leszek kocka, és próbálok nem a programozásról, meg ilyesmiről beszélni, de a programozásban van egy nagyon fontos alapelv, amit az életnek elég sok pontján lehet alkalmazni, az, hogyha három feladat, vagy egy feladatot háromnál többször ugyanúgy csinálok meg, akkor ezt a feladatot automatizálni kell. De ugyanígy, hogyha mondjuk tőlem e-mailben valaki, három egymástól független ember megkérdez valamit, és én arra ugyanazt a választ adom, akkor arról inkább írok legközelebb egy blogposztot, és az e-mailben már csak linkelem, hogy erről már pont írtam. És ugyanígy egy csomó dolgot lehet automatizálni, ugye az ember nem arra van alapvetően, hogy ugyanazt a feladatot csinálja újra és újra és újra, hanem az, hogy kreatívan gondolkodjon, meg legyenek az emberi kapcsolatok, az ismétlés megcsinálja a gép. AI vagy nem AI, ugye itt, amit a Mérő László idézethez nyúlnék vissza, hogy akár egy jól megírt automatizációt is tekinthetünk AI-nak. Régen egyébként tényleg ez volt, hogy még a gyárban, amikor a gépsoron ezek a karok megjelentek, azt is mesterséges intelligenciának hívták. Most már azért inkább csak egy egyszerű gépsornak nevezzük, de hogy a lényeg az tényleg az, hogy számomra a mesterséges intelligencia ereje ott van, és az most mindegy, hogy pont 2024-ben hívjuk AI-nak, az, hogy megcsinál olyan dolgokat, amik már nem az ember feladatai lennének. És akkor itt a három problémára mutattam az egy-egy megoldást a klubban. Az első, ez ugye, hogy bár óriási a motiváció, hiszen befizettek, kevés a résztvevők ideje és energiája. Ugye az egyik volt, hogy felveszünk minden videót, vissza lehet nézni. A másik megoldás viszont az, hogy, és ezt újonnan vezettem be, hogy először is, mondom azt, hogy mi volt a nem AI-os megoldás, mert az már az első pillanatoktól csináltam, hogy mindig, amikor valaki beregisztrált a klubba, akkor beszélgettem vele egy fél órát. Csináltunk egy Zoom beszélgetést, megbeszéltük, hogy mik a legnagyobb problémái, és én ehhez tananyagot javasoltam neki, és fejlődési utat javasoltam neki ott az online call-ban. Ugye ezzel az a probléma, hogy minél több tag van, ez annál nehezebben megvalósítható. Ráadásul, amit mondtam, hogy egy idő után rájöttem, hogy ugyanazok a problémák jelentek meg, volt 5-10 tipikus életút, vagy egy tanulási út, amire 5-10-szer ugyanazt a választ, vagy 5-10-szer ugyanazokat a válaszokat hoztam elő, és ezért egész egyszerűen csak annyit csináltam, hogy most már aki regisztrál, az kap egy elég részletes kérdőívet,
egyszerű tudás, vagy tehát egyszerűen felmérő kérdésekkel indul, hogy ez a Python, ez egy kódolási nyelv, amit a Data Science-ben sokat használunk, mennyire erős a tudásod, vannak-e hobby projektjeid, mi a legnagyobb kihívás számodra a Data Science területen, és ebből van mondjuk 20 kérdés. És az egyik megoldás erre az, hogy mindenkinek kiértékelem ezt a kérdőívet, és írok egy személyes e-mailt, de egy idő után meg lehet csinálni azt is, amikor már folyamatosan ismétlődnek ezek az e-mailek, hogy beadom a ChatGPT-nek a kiértékelt eredményeket, és az automatikusan küld egy e-mailt ezeknek a résztvevőknek. Ugye ez személytelennek tűnik egy pillanatra, de az az igazság, hogy a kutatások azt mutatják, hogy ennek felnőtt oktatásban óriási előnye van, több is. Az egyik az az, hogy az introvertált emberek általában el sem jönnek a személyes beszélgetésre, tehát ők kimaradnak ebből az egész folyamatból, de kitöltenék a kérdőívet. A másik az... A másik az, hogy ez egyből instant visszajelzést ad a résztvevőnek. A sebesség a mai világban az, hogy ne kelljen egy hetet várni arra, hogy velem találkozzanak és átbeszéljük, hanem ők rögtön 10 percen belül kapják az e-mailt, hogy hol kell kezdeni, és már kezdhetik is, ez iszonyat sokat számít a felnőtt résztvevőknek. És mivel nem ezzel töltjük az időnket, ezért amikor ténylegesen mondjuk egy személyes megbeszélés van, akkor már tudunk azokra az emberi pontokra fókuszálni, hogy mondjuk ő, amiben már a ChatGPT nem jó, hogy hol akadtál mondjuk a karrierjében, és nem azokról a tanulási utakról kell beszélni, ami többé-kevésbé mindenkinél ugyanaz. Másik probléma, hogy vágynak a szakmai kapcsolatokra, de nehezen kezdeményeznek beszélgetéseket. Ez is egy olyan dolog, amit mondtam nekik, hogy ott az e-mail cím, írjatok egymásra, meg látjátok is a bemutatkozásokat, miért nem kezditek el, de mégis úgy tűnt, hogy kell egy lökés, és itt a lökés, nem én találtam ki egyébként egyik megoldást sem, hanem nemzetközi példákból vettem át, hogy van egy ilyen Random Network nevű kezdeményezésünk, amiben András is részt vett, hogyha jól emlékszem, igen, eddig kétszer volt, havi Random Network kezdeményezésünk, ami csak annyit csinál, hogy fogja az emberek, akik bepipálják, hogy szeretnének emberekkel találkozni, összeköti őket egy e-mailben automatikusan, tehát megint csak ezzel nekem nincs feltétlenül semmilyen dolgom, hanem összesorsolja az embereket, összeköti, megy egy e-mail nekik, hogy sziasztok, mind a ketten bepipáltátok ezt a funkciót, beszélgessetek. Kicsit olyan, mint egy ilyen rapid randi, csak szakmai kereteken belül. Nyilván megvan adva, hogy mikről érdemes beszélgetni, de egy csomó olyan visszajelzés jött, hogy amit én megadtam, arról semmit nem beszéltek, de egy nagyon jó másfél órás beszélgetés volt ettől függetlenül. Kiderült, hogy ugyanott születtek, kiderült, hogy ugyanazok a számítógépes játékokkal játszottak gyerekkorukban, stb. Stb. Most én ehhez kódot írtam, ezt csak azért tettem be, mert ezt kód nélkül is meg lehet csinálni, tehát vannak ilyen online random generátorok. Én mindent szeretek 100%-ig leautomatizálni. A kódot csak azért tettem be, mert hogy az AI-nak megint egy furfangos felhasználása, hogy ezt a kódot, ezt nem én írtam, hanem a ChatGPT. Tudok Pythonban kódolni, tehát annyira azért kell hozzá tudni, de ez 10 perc alatt megírta nekem a ChatGPT a kódot. Tehát zseniális eszköz. Amivel még ezt ki lehetne egészíteni a projektet ChatGPT-vel, hogy a bemutatkozásait a tagoknak beküldeni ChatGPT-nek, és nem teljesen random, véletlenszerűen összekapcsolni az embereket, hanem a bemutatkozásuk alapján, akik hasonlónak tűnnek, azokat összekapcsolni. És akkor természetesen ugye erről is megy egy e-mail. És a harmadik dolog, amit megcsináltam, ez megint csak egyfős, és ez nekem egy nagyon nagy segítség volt, ugye egyfős vállalkozásként nem dolgozhatok repetitív dolgokon. Amikor egy előadás felkerül a klubba, meg megszervezek, ahhoz nekem van egy ilyen Google dokumentumokban leírt lépésről lépésre listám, ahol azt vettem észre, hogy mondjuk a 12 lépésből 6-nál ugyanazt csinálom, hogy másolom, beillesztem az előadásnak az időpontját először a weboldalra, aztán a naptár meghívóba, aztán az e-mailbe, ami kimegy a résztvevőknek, stb. Ugye ez megint az az alapelv, hogyha háromszor ugyanazt csinálod, akkor azt érdemes automatizálni. Ezért azt csináltam, és megint csak én kódoltam, de erre vannak eszközök, amikkel ezt meg lehet valósítani, de az elv a lényeg,
hogy fogtam, betettem egy Google táblázatba az időpontokat, a leírásokat, az előadók nevét, az előadások címét, tehát egyszer betettem ide, és utána írtam egy kódot, ami automatikusan kigenerálta ebből a weboldalt, kigenerálta a naptár meghívót, kiküldte a résztvevőknek, kigenerálta a naptárat, és ebben az a zseniális, hogy egyébként ha javítani kell, mondjuk aki valaha dolgozott ilyen online eseményen, az tudja, hogy ha javítani kell egyszer, akkor javítani kell mindenhol, és ilyen javítások nem egyszer jönnek be, gondolom ezen az eseményen is azért. Néhányszor át kellett írni a weboldalt, néha elmarad egyik-másiknál a javítás, abból jön a kavarodás, de a számítógép nem csak leveszi a vállunkról az unalmas feladatokat, hanem hibátlanul is végzi általában őket. Ha nem, olyan is van, de akkor viszont nagyon nagy hibát csinál, és az a jó, hogy ezt észre lehet venni. Úgyhogy, és akkor ezt is természetesen még meg lehetne azt is csinálni, hogy még az előadások szövegét, a leírását ChatGPT-vel generálom ki. Ennél azért még egyen személyesebbnek szeretem tartani a klubot, tehát itt én írom meg a szövegeket, én ajánlom, de hogy ugye most már van a Zoomban, a Microsoftnak az eszközében, meg mindenhol máshol olyan funkció, hogy leíratot tud készíteni a megbeszélésről, tehát én amikor az előadóval megbeszélem, hogy miről legyen szó, arról ő csinál egy leíratot, ezt odaadom a ChatGPT-nek, megkérem, hogy írja róla egy 3 mondatos összefoglalást, és kész van a leírás. Még egyszer mondom, én ezt nem csináltam meg, de majd lehet, hogyha egyszer már nagyon sok előadás lesz a klubban, akkor muszáj lesz megcsinálni. Úgyhogy igen, ez a nagy kérdés, hogy használjunk AI-t, vagy ne használjunk AI-t, mi egyáltalán az AI, mi a szerepe az életben. Én arra jutottam, hogy nekem ebben az eset tanulmányban az a szerep, és az a legfontosabb felhasználása az AI-nak, hogy amit a gép jobban tud csinálni, azt a gép csinálja. Tehát mi ne csináljunk olyan feladatokat, amik repetitívek, unalmasak, nem kell hozzá emberi gondolkodás, pont azért, mert így marad egy csomó időnk arra, hogy beszélgessünk emberekkel, hogy tényleges kapcsolatokat teremtsünk, hogy olyan dolgokban segítsünk, amihez azért kell az emberi lélekhez is beszélni, tehát a tényleg embert kívánó feladatokra maradjon idő. Köszönöm szépen!